magyarok istene, tekints fel az égre. Ne sötétíts be a szobát, ide gyűlnek a fekete fák. A plafon a végtelen ég, a szőnyeg a májusi rét. Hadd higgyem azt, hogy így igaz, most semmi sem bánt, amit érzek, az jó. Most jó. Ha a felhők fölé futok, fejemből a gondolatot, akkor se a szél fújja ki, nekem kell kimozdítani. Elveszni most kéne nagyon, sodródni lenne most tudom jó. Délután 1 óra van, elhagyjuk Nagyenyedet. Kicsit be is vásároltunk a kapaszkodáshoz, megpróbáltunk felkészülni rá. Már haladunk a hegyek felé, jövünk ki Nagyenyedről, egész emelkedik most már az út. Viszont szépen be van borulva a hegyek fölött, egyre jobban jönnek a felhők. Haladgatunk felfelé az Enyed patak völgyében, szóval 350 méter körül vagyunk szintben. Még nem tudom, 20 kilométer körül lehet Torockó. Egész jól bementünk a hegyek közé. Azt mondja való, egy kis úszdi feeling. Viszont ami érdekesebb, az a szép sziklaképződmény ott. Mindjárt közelebb érünk hozzá. Na most már egyre szebb a táj is. Szép ez az út nagyon, nyaldossuk a hegyeket, picit szemerkél az eső is. Hát ez az út marha jól néz ki. Nagyon látványos most már így a sziklafalak tövében. Egész jól feljöttünk, 400 méter körül járunk. És már elkezdett durvában is emelkedni az út, jó 10%-kal. Itt lent zúg az Enyed patak. Itt is jó kis sziklás kanyonban folyik a víz. Ott meg egy sziklacsúcs, amúgy jól kikerültük az esőt is. Teljesen eljöttünk mellette, itt már egész kék az ég felettünk. És akkor innen jövünk felfelé a völgyből. Hű, te jó, ide jól néz ki. Micsoda szűk kanyonon fogunk ott átmenni. Azt a... Jó meredeken emelkedik az út is, 450 körül vagyunk. Hát ez nagyon szép ez az út. Hát az meg kastélyszálló. Hát ez a rész már marha jól néz ki. Remélem ott fogunk átmenni abba a hasadékba. Hú, micsoda sziklafalak itt is. Kicsit békásszorosos. Hát igen, azért ez nagyon pazar. De jó ég, mekkora szikla. És akkor innen jövünk. Nagyon szép a táj. Tisztán rátértünk egy másik világba. Hát a ma reggeli unalmas tekerés most meghozta a gyümölcsét. Ez valami hihetetlen. Már nem vagyunk tengerszint felett túl magason, de mégis olyan magas hegyi feeling van itt, hogy az valami hihetetlen. Mintha egy nem tudom, 2000 méteres hágón jöttünk volna át. Aztán jó, ha vagyunk 400-on. És megvannak már a piknikező családok is. Tüzet raktak.
Egyébként tényleg nagyon szép helyen. Nagyon sok információs tábla is van, sajnos románul van az összes csak. Üdvözlöm, érintem, nem mutatom, nem emlékeztetem, nem kutatom, nem zavarom, zavarom, csak figyelem, belefeledkezem, vele utazom, nem sürgetem, nem várom, nem bántom és nem sajnálom, ha nem sajnáltatom magam, a magam adom, megadom, megadom, neki megadom magam, de neki megadom magam, de neki megadom magam, de neki megadom magam. Már kijöttünk a szorosból, de még itt is gyönyörű a táj. Megszáll fel a pára eső után. Hát erre örülök, hogy ezt az első felhőt itt ki tudtuk kerülni. Most egy nagyon jól jött ki. Ott a Torockó-Szentgyörgyi várom. Mögötte meg már Székelykő, ahol száll fel a pára. Hú, szép ez a táj nagyon. Ott jöttünk át abba a szurdokba, idebe, ebbe a völgybe. Mellettünk egyébként buliznak a fiatalok, viszont már vontakozik ki nagyon szépen Székelykő. Most nem tudom hány kilométer óta úgy jövök, hogy a kamera folyamatosan a kezembe van. Kár is eltenni. Végre már van magyarul kiírva településnév. Torockó-Szentgyörgy. Háttérben stílusosan természetesen a Székelykő. Torockó-Szentgyörgyen vagyunk bent a faluban. Egyik templom, másik templom. Fent a hegytető meg a vár. Talán mindjárt lesz onnan jobb kilátás is. Torockó-Szentgyörgyön átbuktunk a hágón, 580 méteren. Hú, nagyon szépen látszik most Székelykő. Szóval Torockó házai. Templomtól indul a Székelykőre vezető út. 1129 méterre kell felmenni. Azaz, 2 kilométeren fogunk 550 métert emelkedni másfél órára. Satszolják a felérkezést. Itt van a tábla amúgy a templom tövében, és ott kell felmenni majd. Gábor már el is indult. Most az a tervünk, hogy valahol letesszük a biciklit, és hát természetesen gyalog fogunk felmenni. Vízi malom bejárat. Itt hagyjuk a kerékpárokat. Nagyon kedvesek a tulajok, főleg miután megtudták, hogy magyarok vagyunk. Megengedték, hogy itt hagyjuk, sőt, igazából még azt is, hogy sátrazzunk az udvaron. Úgyhogy elindulunk most Székelykőre. Egyébként nagyon jókor, mert ott jön az eső, ott már látszik is, hogy esik. Masza. Na, menjünk! Hű, de szép látvány most innen Székelykő. Ebben a völgyben fogunk felfelé haladni. Kék plusz jelzést követjük. Azért rémiszt ez a 2 kilométer alatt 550 méter szintemelkedés. Egyelőre még egész kis lazán emelkedik. De gondolom majd ott fejebb már cudarabb lesz a helyzet. Húhú, de jön az eső. Hú, de eltűntek ott a hegyek. A többiek még gondolkodnak. Már nem tudom, hogy mit kell ezen gondolkodni. Ha már itt vagyunk, utcú neki. Az, hogy jön az eső arra, de nem tűnik olyan vészesnek.
Az speciál, más üt is a nap. Hú, de jól néz ki, hogy torockóra rásüt még a nap. Francba. Kicsit esik. Hát még nem vészes. Azt a minden ide jó fények lettek. Hú. Hát egyelőre abszolút nem vészes az emelkedési szög. Nem mondom, fárasztónak fárasztó. Hú, milyen jó fények vannak. Azt a minden itt. Amúgy, hogy itt kell felmenni a völgyben. És egyik éven olyan hatalmas felhőszakadás volt, hogy elmosta itt a turista utat is. Már egész bent vagyok itt a katlanban. Mellettem feltornyosultak már a sziklák. Hát kilátás, mondom se kell, hogy parádés. Itt az foltokban besüt a nap. Nagyjából 700 méteres magasságban járhatok. Megint nagyon jó a kilátás visszafelé. És még csordogál egy kis patak is. Talán most jön a keményebben mászós rész. Most már kezdek beszorulni a két fal közé. Jobb oldali is egész közel jön hozzám. Erre megy tovább az út. Hát most már azért nehezebb a terep. De egyelőre meg teljesen jól járható. Amúgy nekem nem is ez az első torockóra indulásom. Egyszer, hát még mikor, 2010 környékén Zoli barátommal elhatároztuk, hogy megmásszuk ezt a székelykőt. Le is foglaltuk már a szállást. Viszont Zolinak lett egy balesete. Aztán le kellett mondanunk az egészet. Most viszont itt a remek alkalom, hogy bepótoljam, ami akkor elmaradt. Most így visszatekintve, most láttam, micsoda a szurdokba jövök fel. Szép. Szép szakadékos. Amúgy egész jól ki is van jelölve az út. Nagyon jól lehet követni. Mondjuk nehéz is lenni eltévedni ebbe a kanyomba. Most már jó ideje ebbe a vízfolyásba jövök, de hát annyira laza szerkezetű itt a sziklatörmelék, hogy elfolyik alatta a víz. Nem is kell nagyon vízálló bakancs sem. Ó, de szépen kikékült az ég. Már úgy tudom, hogy az út egyirányosítva van. Azért most már jó pár emberrel találkoztam, aki szembe jön lefelé, de hát nekik majdnem küzdelmesebb, mint nekem föl. Nem is tűnnek annyira magasnak ezek a sziklafalak. Már egész jó kilátás van Torockóra. Azért már jó mélyen alattam van. Hát mennyi lehetek? 850. Lehet, hogy már 900-on. És még mindig jönnek szemből le. Amúgy itt már nehéz a terep, mert nagyon csúszik a sártól. Nem irigylem őket lefelé. Szépek ezek a sziklafalak. Jó nagyok. Úgy látom, ott meg ismét megeredt az eső. Még nagy esőt nem várok tőle, mert háttérben már világosabb az ég. Sajnos jön a következő adag eső. Látszik, ahogy mindjárt el is éri a falut. Aztán meggondolom engem is itt fent. Egy kicsit kellene haladnom. Szép, szép nagyon ez a hely. Szerintem találkoztam egy magyar családdal, itt vonultak le. Hát, nem volt őszinte a mosolyuk. Ott is
elég nagy volt a feszültség már a egyes tagok között. Hát lehet, hogy most megint kedvenc esernyőm kisegít a bajból. Egész eltűnik az eső mögött az a hegy, Torockó fölött. Hát amíg tudok menni esernyővel, addig megyek. Legfeljebb majd megállok valahol. Nem hiszem, hogy esernyő alatt nagyon megáznék. De hát végszükség esetében még van egy esőkabátom is. Na most ezen a kőfolyáson kell viszont haladnom. Ha vizes lesz, akkor ez már kicsit problémásabb. Most egész rázendített az eső. Hát beálltam ide egy bokrok alá esernyővel. Aztán majd csak megáll. Most jól megeredt. Nagyjából 5 percet tölthettem az esernyő alatt. Aztán meg is állt az eső. Sőt, ott már egész ki is kékült az ég. Úgyhogy hát titkom még egy kis napsütésbe is reménykedem. Csoda szikla. Egész kellemetlen lett most az út. Lefelázott a föld. Elég nagy a sár. Itt nagyon kell néznem, hogy hova lépek. Viszont megint megeredt az eső. Már úgy érzem, hogy nincs messze a csúcs. Talán több eső már nem lesz. Úgy nézem, hogy egész tisztul az idő, főleg arra hátrafelé is. Hát szegények itt másznak le a sárba. Hát nem irigylem őket, abszolút. Nagyon csúszik visszafelé. Egész jól eltűntek a sziklák. Szépen kifüvesedett a hegyoldal. Torockó már nagyon-nagyon a mélybe van. Hát biztos, hogy bőven 1000 méter fölött vagyok. Most nem is néztem rá GPS-re. Hát ez már lassan fent vagyok a gerincen. Még itt egy kis csúszás-mászás. Aztán fel is érek. Na, úgy fest, hogy fent is vagyok a nyakban. Még jobbra is van egy kis pup. Kicsi még balra is. Itt meg a kilátás visszafelé. Na, most már sejtem, hogy honnan jött ez a három srác, akik angolul beszéltek. Szép. És akkor azt tervezem, hogy még itt a jobb oldalira felmászok, úgy tudom, hogy ott a csúcs. Most, mint látható, fent vagyok a csúcson, 1129 méteren. Van fent egy kisebb társaság is. A kilátás pedig hát pazar. Ugye másik irányban sem piskóta. Hát azt hiszem, hogy az a másfél óra, ami ki van írva, az nagyjából reális is. Abszolút nem siettem. Szerintem tényleg körülbelül annyi alatt fel is értem, mert egy picit több volt. De jó ég, micsoda fények lettek, hát ez valami hihetetlen. De jó, hogy feljöttem ilyen időbe. Hát ez valami bámulatos, egyszerűen nem hiszem el. Azt de jól néz ki, ahogy besüt a nap a völgybe.
a hegy északi oldalán, meg még most száll fel a pára a völgyből eső után. Kolozsvári család segítségével próbálom megtalálni a lefelé vezető utat. Ők is igazából most itt találgatnak, hogy merre kell menni. Ugye oda kellene lemenni, de hát ez nagyon meredek. És itt a hegy mögött van egy kicsit könnyebb út, viszont hosszabb. De hát nagyon sáros ez, ahol feljöttem. Tulajdonképpen járhatatlan lefelé. Na, és itt van is valami. Kő. Ott voltunk fent a csúcson. Most innen már nem látszik a kő, ami a csúcson van. Nagyjából a gerincsel jövünk viszonylag szintben. 1050 métert mutatott az előbb még a GPS-em. Hát azért van sár. Most átjöttünk már a gerincnek a túlsó oldalára. De hát itt is jó szakadékos lesz majd. Most már egy ideje egy ilyen sűrű erdőben disznózunk igazából, mert jól felázott a talaj. És nagyon csúszik. De most már egész sáros kezd lenni a cipőm is. Hát ez durvább lefele, mint föl. Nem is látok amúgy jelzést, picit le is jöttem az útról, mert az meg még sárosabb, mint itt az erdőben. Amúgy mégiscsak van turista jelzés, piroson megyünk lefelé, de hát ez a még egyetlen meredek. A sokkal jobb, mint a másik. Talán egy hangya izényit. Hát az küzdelmes volt, talán most már túl vagyok a nehezén, elértem egy patakot. Most már egész lankás itt ennek a völgyében lefelé menni. Úgyhogy kicsit nagyobb sebességre is tudok kapcsolni. Nem kell fától fáig menni. Meg még picit köves is a talaj, nem csúszik. 670 méteren már kint is vagyok az erdőből. Patak egyre nagyobb hanggal zúg. Óha, ott megkiszúrt egy kutya. Egész jól haladok lefelé, csak az a baj, hogy belefutottam egy birkanyájba, meg a pásztorkutyákba. Hát az olyan frankó, itt szemezek a pásztorkutyákkal. Hát nem is birkanyáj, hanem kecskenyáj, meg már ott vonul le. Jobb lenne, a kutyák követnék őket. És az a baj, hogy sok mindent nem tudok csinálni. És kedvem még egy kutyaharapással is megtűzni a túrát. Úgy néz ki, hogy elvonult a kecskenyáj, meg a kutyák is. Hát igazából messzire nem mentek, mert itt vannak valahol. Viszont amit akartam mutatni, hogy ilyen szépen kisüt a nap. Amíg oda voltam, a kerékpárok itt vészelték át az esőt az almafa alatt. Gábor szépen megoldotta a takarást. Hát, hogy most mi lesz a továbbiakban, még nem tudom. Amint lesz információm róla, beszámolok. Bent vagyunk a malomba, és azt nézem, hogy milyen frankó kis fogaskerék van itt. Azt nézem, hogy ez még a CNC előtti időkből származik. Az evolvensek nem a legszebbek. Valószínűleg ennek még be kellett kopnia. Amúgy ott a ellenpárja. Ó, de sötét van. Az
az hajtotta, vagy ez hajtotta azt, már nem tudom, de ezzel oda kapcsolódott. Ha még a faluból a naplementét megpróbálom elkapni. Amúgy a napfelkelte a legérdekesebb itt, nem is a naplemente, ugyanis kétszer kell fel a nap. Egyszer fel kell onnan balról, aztán bemegy a hegy mögé, majd fel kell itt középen is. Ugye a hegy kitakarja a napot itt a faluban. Ezért van dupla napfelkelte. Még az úgynevezett belváros is érdekes, a házak miatt. Nagyon szépek, ilyen szász stílusú ez is. Azt hiszem, hogy itt kellene talán felmenni, igaz? A faluba. Hát igen, nagyon szépek a házak. Tényleg olyan, mint egy falu múzeum, most így kívülről tekintve. Ott meg háttérben a székelykő. Roppant szép, ahogy megsüti a nap. Hát igen, azt hiszem, hogy ez az írjál pont. Aki meg akarja mászni, az köse fel a gatyáját. Azt tudom, hogy... Azt mutatom a srácoknak, hogy itt jöttem le. Ebben a völgyben. Kuvajguk a homályban, mint Stallone a ringben. Frodo vagyok, kőbányán ellopták a ringem. Az apám még, hogy tanítsanak, iskolába küldtek, de az óriási nagy könyvekből a falak körém ültek. Iskola után, diploma a kézben, mégiscsak a szívroham, ami kerülget a héven. 12 órát dolgozni apám szerint jó dolog, 33 évesen majd az alkoholnak hódolok. Elfelejtek szeretni és elfelejtek álmodni, a csajom helyett a főnöknek kellene bevágódni. Ha jól csinálom, ügyes vagyok, megdicsér a közösség, önmagamat pórázom, jéghideg az üresség. Nem merem kimondani, de elítélni nem tudom, hogy a többségi társadalom azért fotóalbumom. Mutatom a gyerekeknek, néznek rám büszkén, a tévé előtt töltöm el majdnem minden estén. A fény támad a tenger, s én más ember leszek. Hétköznapok sójától a térdem nem remek. Holnapról az élet lesz a káros szenvedélye. Megteszek majd mindent, na, hogy kijöttünk Torockóból, gurultunk egy hatalmasat, majd bal oldalon volt két kemping is. Úgyhogy aki kempingezni szeretne, annak üzenem, hogy kettő is van. Egyébként közben azt a tervet eszeltük ki, hogy elbiciklizünk a Tordai Hasadékig, Mészkő nevű faluhoz, és a kempingben kellene sátoroznunk. Reggel pedig tudnánk akkor kezdeni egy Tordai Hasadék bejárással, hogy még időben Kolozsvárra tudjunk érni. Hát Torockóról a másik út sem Piskóta, ami észak felé vezet. Nagyon jó szurdokos, csomóan piknikeztek ott feljebb, meg hát nekünk most lehetett gurulni egy hatalmasat. Kiértünk egy főbb útra, ami speciál a minőségét illetően sokkal vacakabb, betonlapos. Mellettünk meg egy szépen megáradt folyó. Amúgy a táj még mindig parádés. Nagyon jó, egy ilyen mély völgybe megyünk, most épp erdőbe. Szépen meg van áradva, viszont hoz egy csomó dzsuvát is magával. Valószínűleg még csak most árad. Lehet, hogy errefelé nagyobb esők voltak. Hát ez nagyon frankon szurdokos ez a rész. Egész belógnak az útig a hatalmas sziklák. Itt meg a szép sárga folyó. Csak úgy világít a zöld lombok között. Való azt mondta, hogy aki eltalálja, hogy mire rögzítette a lámpáját, az nyer egy... Mit nyerjen? Nyer nála egy ottalvást, hogyha 18 éves és lány. Ne elárulom, nem kell sokat találgatni. Ott kilóg a táskájából egy késnek a nyele.
valójában adagumista. A Tordai hasadék bejáratánál kukoricázunk éppen. Nem tudom, este 10 óra körül lehet, vagy lehet, hogy már még több. Itt még nyitva volt egy kürtös kalácsos lángosos. Azt mondták, már nem friss a lángos, úgyhogy megkérdeztem, hogy akkor fél áron odaadják-e. Azt mondták, hogy igen, úgyhogy jól belángosoztunk. Aztán még jöttünk fel útközbe. Egy helyen meg megkérdeztem, hogy mennyibe kerül a főtt kukorica. Azt mondja a csaj, hogy 4 lej. Hát mondom, azért az álljon már meg a menet. Erre azt mondja, hogy 3. Hát, még mindig húztuk a szánkat. Aztán végül is 8 lejért kaptunk 3 kukoricát, meg 2 hatalmas génkezelt paradicsomot, ami hát igen, így látszik, hogy akkor, mint Gábor ökle. Aztán még egyet is beledobott a nő a szatyorba. Viszont a szálláskeresésünk már nem sikerült ilyen jól. Volt egy faházas rész. Megkérdeztük, hogy mennyibe kerül a faház. Azt mondták, hogy 35 lej fejenként. Viszont csak 2 személyes faházuk van. És a nő meg 100 lejt akart kérni érte. Mondtam neki, hogy max 2 embert kifizetünk, de nem ment bele a buliba, úgyhogy most gondolom jobban megéri neki, hogy üresen áll a ház. Viszont mi most itt fogunk majd sátrazni valahol, állítólag itt ingyen lehet. Itt teljesen a hasadék bejáratánál vagyunk. Majd mindjárt befejezzük a vacsorát, aztán keresünk egy helyet. A 9. napunk is elkezdődik Erdélyben, Székelyföldön, amit most itt mutatok, ez a Tordai hasadék. Ugyanis tegnap este itt sátraztunk a Tordai hasadék bejáratánál. Az a jó ebben a helyben, van egy kutyatámadás közben a bringás irányába. Szóval az a jó ebben a helyben, hogy itt ingyen lehet sátrazni. Van egy nagy füves rét itt is, meg ott még az út túloldalán is. Ott még van egy forrás is. A mi sátrunk meg ott van a ház tövében. A reggel pedig a Tordai hasadék bejárásával fogunk kezdeni. Aztán a továbbiakat tekintve el kellene jutnunk Kolozsvárig délután 3-ra. Akkor megy egy vonat, amivel tudnánk biciklit is szállítani. Hogyha ez nem sikerül, akkor már csak azt hiszem éjfél körül megy egy busz. És azzal érnénk haza hétfő hajnalban. De hát sok kedvem nincs megint egy éjszakát buszon tölteni. Úgyhogy ezt a vonatot szeretnénk megcélozni. A hely amúgy tényleg roppant érdekes. Messziről nem is látszik, ahonnan, legalábbis ahonnan, amelyik irányból mi jöttünk. Feljöttünk egy domboldalon igazából, aztán begurultunk ebbe a katlamba. Ott egy út, jó kis szerpentinekkel. Már sötét volt, amikor jöttünk le. És tényleg tök jól néz ki ez a hely. Körbe hegyek vannak. De mondom, ezt kívülről nem is lehetett látni. Én nem is értettem, hogy hol lesz a hasadék. Még egy előnyös tulajdonsága volt a helynek, van egy csomó pad. Le is tudtunk ülni, vacsorázni. És ott volt a kürtös, kalácsos, lángosos. Úgy gondoltuk, hogy ma időben elindulunk. Reggel 8 óra van. És megyünk a hasadék felé. Na, azzal, hogy ilyen korán indulunk, talán 2 lejet is ütünk egy csapásra. Nem lesznek még turisták, illetve hamarabb el tudunk indulni. Egyelőre még nem találkoztunk egy szedőnénivel, pedig tábla szerint 4 lej per koponya. Még síkon megyünk a hasadék felé. Sok ismertető tábla van persze románul. Sehogy máshogy. És itt a patak, ami kifolyik a hasadékból.
meg van picit áradva. Lehetett eső erre is. Egyik tervünk még úgy szólt, hogy biciklivel is át fogunk itt jönni, de a 35 kilós biciklivel nehéz kivitelezni. Sok lépcső is van. Mondjuk az emberek még nincsenek itt, úgyhogy azzal még nem is kell számolni most, de gondolom később már igen. Integetsz az árnyékodnak, Gábor? Én azt gyanítom, hogy itt szokott ülni egy jegyszedő néni. De nincs itt, úgyhogy megyünk is. Amúgy nem kell egy hosszú sétát elképzelni. 1270 méter hosszú a szoros. És itt-ott 250 méter magas sziklafalak tornyosulnak két oldalt. Na itt mintha már szorosodna a helyzet. Ott egy barlang. Kezdenek nagyon feltornyosulni a sziklák. Ó, de jó. Csodálkozok, hogy itt nincs korlát. Sihű. Kidasz a növényeket letépni. Kár, hogy ezek nem olyan instabil hidak, mint a Vargyason. Azok milyen faszák voltak. Újabb híd. Ó, azért mozog. Ó, kis függő híd. Ho-ho-ho-ho. De jól néz ki. Mint olyan sok helynek, ugye a Tordai hasadéknak is megvan a maga kis története, hogy hogy alakult ki, mítosza, Szent László legendához kapcsolható ez is, mikor a kunokkal harcolt itt a szorosnál, bekerítették a kunok, Szent Lászlónak meg menekülőre kellett fognia, állítólag Istenhez halászkodott és ketté nyílt a hegy, így alakult ki a Tordai hasadék, és állítólag a lovának a patkó nyomai még mai napig is látszanak fent a sziklaszirteken. Amit lehet, hogy még meg is fogunk nézni, ugyanis azt tervezzük, hogy fent fogunk visszajönni, mert hogy létezik ott is valamilyen turista út. Ó, milyen közel jöttek a sziklafalak. Vagy mi mentünk hozzá közel. Ó, lehet főleg áradáskor. Ha, nézd, majd itt egy csizma. Ráesett ez a nagy kő bácsira. Megpróbálom így megmutatni, hogy milyen magas a sziklafal. Na, talán így Gábor, ahogy ott áll, látszik. Bár lehet, hogy még úgysem. Azt a mindenit, nincs is teteje. Sziklamászók paradicsomának is nevezik ezt a részt. Van több helyen már ilyen beütött kampó. Sok helyen látszik a sziklán. Hát lehet mászni. Szó se róla. Közben lett egy kutyánk is. Nem is. Kettő. Már egy ott is megy a Valuval Gáborra. Amúgy a szoros Natura 2000 terület. Magyarországon is van több ilyen terület. Azért szorosodik a helyzet itt is. Mondjál valamit, Blöki. Mit üzensz a magyar nézőknek? Hm? Mit üzensz nekik? Akkor óvodás voltam, mindig volt egy ilyen mondás, hogy
Ember a földön, majom a fán. Nagyon szép kilátás van innen most vissza a hegyekre, ahogy kell fel a nap. Vagyis hát kezd besütni ide a völgybe igazából, nem is fel kell, mert már 8:30, tehát már bőven süt. Csak most kezd besütni ide. Szevasz, Blöki! Románul hogy mondják, hogy Blöki? Újabb átkelő a patakon. Egész stabil hidak vannak. Hú, mekkora szikla! Azta! Mutatom. Ha, itt nincs is vége. Hú. Na most ezt úgy kell képzelni, hogy mondjuk itt egy fa. Most ahhoz képest mekkora ez? Te jó ég! Hát igen, azt hiszem most ez az egyik leglátványosabb rész, hogy mégis milyen magas sziklafalak vannak. Hát ez valami döbbenet. És teljesen függőleges. Na erről itt el tudom képzelni, hogy ez itt 250 méter magas. Na most balut oda küldtem a patak közepére, hogy fel tudjuk mérni, milyen magas ez a sziklafal. Tehát ha akkora balu, a sziklafal, a sziklafalnak nincs teteje. Azta. Na még egyszer, szóval ott van balu. Egy kicsit távolabb jöttem. Hát, ha innen jobban belefér az egész. Azta. Ez valami hihetetlen. Szép kis sziklapárkányok. Lehet, hogy valaha volt korlát. Szeretem tudom képzelni, sőt, még van valami drót is keresztül. És bejönnek a fejünk fölé a sziklák. Na, jönnek az első turisták, hoppá! Egyébként vasárnap reggel van, úgyhogy valószínűleg ma nagyon sokan lesznek itt a szurdokban. Hát örülök, hogy ilyen korán tudtunk kezdeni, hogy nincs szembeforgalom. Hú! Az igen. Most már kicsit ilyen szlovák paradicsomosba is átvált a táj. Azért kapaszkodni lehet. Meg talán kell is, mert csúsznak a kövek. Pedig most nem is nedves. Csúha. A szépség és a szörnyeteg. Hát igen, kicsit le tudja lombozni az embert ez a sok flakon itt bent a patakvölgyben. Na itt is szorososodik. Kicsit már kezdenek összevenni a sziklák, de azért ez még így is nagyon látványos. Kövek esnek. Hatalmas. Hú, ez de jól néz ki visszafelé. Ott egy hatalmas lyuk. Mutatom, hogy milyen magasan is van az. Mekkora az a hegyhez képest. Hát azt hiszem, hogy ezt a másfél kilométert igazából végig fel lehetne venni videóra. Újabb híthoz közelítünk. Már még kisebbek a sziklafalak.
Át is érünk a hasadékon, és már kezd megszelidülni a táj. És ha minden igaz, arra kell majd mennünk, mintha ott lenne egy tábla. És akkor fent a sziklapárkányon meg majd vissza akarunk menni. Tordai hasadék a másik irányból. Látványos innen is. Majd befolyik ez a patak. És hogy átfűrészelte a hegyet. Na, valahol át kellene kelnünk. Hát itt kellett volna. Itt is lehet vadkempingezni. És vannak sátorozók. Hát ez a környezet is nagyon szép hozzá. Nekünk meg át kellene kelni a patakon, csak nem találunk hidat. Csak találtunk egy hidat. Nagyon könnyedén átkelhetünk. De szépek ezek a legelők is. Még ez a rét is nagyon szép. Szép zöld fű van. Kék ég. Már csak idővel állunk nagyon vacakul. Ott megkezdődik a szoros. Úgyhogy most a pataknak ezen az oldalán, a jobb oldalán megyünk vissza. Az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé. Kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül, aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kép, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk a kezem. Az erdőbe, és most a sziklapárkány felé tartunk. Azért meredek. Lehet kapaszkodni. Hogy egy komoly hegymászáshoz nagyon fontos egy jó cipő. Úgyhogy Balu fel is vett egy nagyon jót. Szandál, és lejött a fél talpa. Mi van? Az te vagy. Nekem nem jött le. Ja, akkor csak egy darabka. Kétszer. Na jó, én elhagytam az egyik talpát, úgyhogy észre se vettem. Pár látszik a Torda melletti autópálya. Hú, jól felkapaszkodtunk. Senki ne jöjjön föl, mert ez amik egyetlen meredek volt. Mindjárt kiköpöm a belem. Brrr. És még mindig emelkedik. Nem vagyunk még 700 méteren se. Aztán most már nagyon az utolsókat rugom. A tordai hasadék felülről. Gondolom, miért se sokan látnak. Hát küzdelmes, nagyon-nagyon küzdelmes, azt kell mondjam. Frankon néz ki. Kuttól kölcsön kell volna kérni a macsétáját, mert most nagyon bozótosba gázolunk. Aha. Ismét egy kilátóponthoz érkeztünk. Hú, te jó ég! Hol az alja? Megnézem. Atya világ! Hú,
De jó ég. Ez igen. Ott folyik be a patak, ott sétálgattunk a partján egy jó órája. Há, igen, körülbelül egy óra volt, még ide fölértünk talán. Nagyjából. Fú, hát ez... Ez ott van a szeren. Menjek át a másik oldalra? Azt hittem szembe. Ez valami döbbenet. Keresgetem a köveken a patanyomokat, de szerintem erre gondol a néphiedelem, ezekre a V alakú bevágásokra. Nagyon sok sziklán látszik ez. Ott van Gábor, kimászott arra a sziklaszírtre, és most eltávolítok, hogy látszódjon, hogy ez az egész úgy mégis mekkora. Újabb kilátópont. Haladunk most már visszafelé egész jól. Szép látvány így felülről is nagyon. Hát igazából nem bír betelni vele az ember ezzel a látvánnyal. Ahogy csak lehet, mindig kinézünk, hogy milyen kilátás van a szurdokra felülről. Ott egy tábla, úgy néz ki, hogy arra fogunk menni. Most már nagyon a másik végében vagyunk a hasadéknak. Igazából itt indul. Azt mondják a srácok, miért nem itt sátrasztunk. De itt a köves a talaj. Hú. Hát ez nagyon látványos. Olyan, mintha Veszprémben lennénk a vár előtt, azon a kis kiugrón. Csak ott kicsit kisebb a szakadék. Nem sokkal, csak egy 200 méterrel. Ez valami hihetetlen jól néz ki. Egész lent a mélyben zúg a patak. Hallani már az embereket. Ott a patak. Onnan indultunk el visszafelé. És most már itt fent a peremen egész jól visszajöttünk. Ennyire. Ott a folyó. Azt a mindenit. Újra vissza az erdőbe, egy kis dzsungelharcra. Még itt a piros pontjelzés. Hát, eddig egész jól követhető volt. Viszont egy kis dzsungelharc után még van kilátás. Úgy látom, hogy ott az út, amint tegnap bejöttünk. Ugye ebben a katlanban lehetett gurulni egy hatalmasat, ott a hágó, ahol vannak az autók. És onnan le a faluba szintén lehet gurulni egy hatalmasat. Most egy kicsit durvább lejtőzésbe fogott az út. Mondjuk azért azt sejtettem, hogy itt is lesz jó kis szintleküzdés rövid úton. Húha. Oh. Hát igen, azért itt is lehet ám mászni. Most megyre jobban bontakozik ki az út. Ott van lent a kemping. Kemping? Hát ilyen vad kemping. Hát nem kell érte fizetni. Vannak lent az autók. Hát egész jól követhető a jelzés még mindig. Itt ott még táblákkal is jelölik, hogy mi hány kilométerre van. Illetve hány perc alatt lehet odaérni.
Most egész jól ereszkedek. Leértünk már a parkoló szintjére, ahol lehet sátrazni is. Hát, én megmondom, úgy elfáradtam, mint a kutya. Azért ez kemény menet volt. Most van 11 óra 43. Te jó ég, közel 4 órás út. Akkor hát miért fáradtam el? Na, vissza is értünk már, ezen a hídon mentünk be. Most majd itt megyünk ki. Na igen, azért ennek örülök, hogy sikerült a tömeget megelőzni. Kicsit haladósabb is volt. Ez nem volt nekünk zavaró tényező. Visszaérkeztünk a sátorhoz. Gábor meg Balu úgy gondoltak, hogy főznek egy levest. Ugyanis annyira durván meleg van, hogy kint maradt a napon a fél literes flakon, és simán meg lehet főzni levesni. Ahogy pont dél van. Ja, meg még annyit a túráról, hogy igazából egy szandálba is végig lehet járni. Így van. Balú ezt bebizonyította. Nem kell ide több tízezer forintos túracipő. El is indultunk ki a Katlamból. Hát nagyobb meleg van. Mászáshoz nem a legfaszább. Balú meg úgy megy, mint aki csak a szomszéd boltba menne. Mutatok egy visszatekintést. Ott a tordai hasadék. Az út félelmetesen meredek. Autók is egyesbe jönnek. Persze mi is. Balú meg ügyes megoldással letámasztotta a biciklit. Még ki is ékelte a kereket. Nagyon szabályos vagy. Balú nagyon szabálykövető. Mindjárt felérünk az aszfalton. Közben nézek visszafelé a hasadékra. Ha. Ott volt a sátrunk, már a fehér háznál. Még van egy kis emelkedő. Aztán felérünk. Itt fent a hágóba is van egy parkoló. Van szép kilátás is természetesen én is a tordai hasadékra. De hát le is lehet menni. Az aszfalt egész jó minőségű, csak hát brutál meredek. És akkor most itt meg legurulunk, ahol tegnap este felküzdöttünk a betonkockákon. Tegnap este már jöttünk egy ideje az Aranyos mellett, hogy ami így meg volt áradva. Csak Sárga folyó néven illettük. Van benne víz. Amúgy érdekes, hogy itt vagyunk teljesen Mészkő nevű falu alatt. És innen nem is látszik a tordai hasadék, kitakarja ez a domboldal. Ott, ami így le van túrva. Megyünk Torda felé. Közben még visszanéztünk a hasadékra. Hát így nagyon látványos, hogy tényleg ketté van hasadva a hegy. Tordán nem időztünk sokat, nem mentünk be belvárosba sem, hanem egy kis úton megpróbáljuk elkerülni a nagy utakat. Ezt ugye az autópálya meg az egyes között megyünk, így próbálunk ellavírozni Kolozsvárra. Roppant kellemetlen az emelkedő, iszonyatos a forróság, és most már nagyon feljöttünk, több mint 100 méter szintet. Már látom szemmel az autópályát is. Itt megvan egy mini tordai hasadék. Átérünk az autópálya alatt. Annyira elviselhetetlen a forróság, hogy nálam 39 fok van. A srácok meg itt hűsölnek az alagút. Jobb oldal bent a túri hasadék, a tordai hasadék kisöccse.
Az is szép lehet. Változatlanul megyünk az autópálya mellett, ami még jól fogott emelkedni. Azt gondolom, hogy még mi is. Már 500 méteren vagyunk. Szépen feljöttünk. Emészkőnél 350-re legurultunk. Hát ez a forrás most már úgy kellett, mint egy falat kenyér. Hát bugyog ki a földből a víz. Iszonyat a forróság, de ezt már szerintem mondtam egy párszor. Teljesen kopár úton jövünk föl. Sehol nincs árnyék. Most épp itt a fa alatt van, hogy ez a forrás. De amúgy semmi. 550-en vagyunk. Talán most már fölérünk. Itt egy felhő folyt. Árnyék folyt. Ja, most már a hágónak tűnik. Hát a hágón közel 600 méteren buktunk át. Viszont így szeretnénk menni a faluba, és úgy látom, van is itt egy híd a autópálya fölött. Ezen kéne becélozni azt a falut. Akkor jobbra. Te jó Isten, de mélyen van ott az autópálya előttünk. Tureni 2 kilométer. Torda túrra érkeztünk. És hát azt hittem jobban látszik majd innen a túri hasadék. A kukoricás mögött. De sajnos nem. Az út meg olyan vacak minősége, hogy húztak rá egy vékony réteget, hogy elfedjék a gödröket, de hát ott vannak. Na, hirtelen kisimult. Négy óra elmúlt. Most elindultunk a dinnyézős helytől Kolozsvár felé. Azon tanakadunk, hogy be kellene próbálni az egyes utat. Mégis még mindig 500 méter felett vagyunk, Kolozsvár meg 350-en van. Úgyhogy egy hatalmas gurulás még beleférhet. Akár. A vonatos tervünk meg már füstbe szállt, mert 3 órakor elment az a vonat, ami közvetlenül Budapestre megy kerékpárszállító kocsival. Esetleg még közvetve, átszállással talán el lehet jutni. Azt gondoltuk, felpörgetjük az eseményeket, úgyhogy feljöttünk az egyes útra. Egyelőre nem láttunk biciklizni tilos táblát. Nagyjából 20 kilométer, amit le kell nyomnunk. Az a szerencse, hogy 540-re visszamásztunk már. Torda túrt hagyjuk el. Nyomni neki. Egyelőre 4 kilométert jöttünk az úton. Ám olyan szörnyű, mint gondoltam. Még túrabringásokkal is találkoztunk. Úgyhogy nem vagyunk az egyetlen lököttek, akik itt tekernek. Még 10 kilométer Kolozsvár. És még mászunk. 600 méterrel járunk. Szép nagy gurulásunk lesz. Ha megérjük, hogy odáig elérünk. Hát ezt megszenvedtük. 700 méterre jöttünk fel. Te úristen, is a gurulásunk lesz Kolozsvárra. Azt írja a tábla, hogy 7 kilométer és 9% lejtő. Az egyes úton gurulgatunk, a Kolozsvár táblánál megálltunk. Pihenni egyet, kiheverni azt, hogy 70-en szállkodoztunk az előbb itt az egyes úton, illetve, hogy még van hova legurulni, ugyanis még ott van lent Kolozsvár. Még jó mélyen van, még lehet gurulni. Most fél hét van,
és itt vagyunk Kolozsvár buszállomásán. A vasútállomáson már jártunk, nem sok sikerrel. Azt mondták, hogy biciklit szállítani csak a 3 órás vonattal lehet. Úgyhogy menjünk holnap 3-kor. Most buszt próbálunk keríteni, egyelőre az sem túl sok sikerrel. Holnap reggel 9-kor lenne egy. Úgyhogy most még megy itt a tanakodás, hogy hogyan tovább. Most alakul a hazautunk is, viszont előtte elmegyünk Kolozsváron egy kis sétára. Balu kedves ismerős elkísér minket. A buszunk, mivel busszal megyünk haza, este 10-kor fog indulni. Állítólag be fognak férni a kerékpárok is. Erre kíváncsi leszek, mert egy kis busz. Azt mondták, hogy van utánfutó, viszont tele lesz csomaggal. Hát remélem, hogy beférünk, és akkor így még holnap hajnalban Pestre érhetünk. De addig is egy kis kolozsvári városnézés. Itt a Szamos Kolozsváron, a Kolozsvár nagy folyója. Van ebbe is víz. Jó kis zúgó. Akkor a városi tanács megkérte a tehetősebb magyar polgárokat, hogy mindenki építsen egy szebb házat. És akkor különbözően gazdag polgárok egy ide építette, mások azért a hídfőt emeljék. Na most vagy, hogy van a tulajdonjogban, mert hogyha lesz minden jövőszeretben, akkor minden, ami magyarok, minden államosították, és most mikor vissza kéne adni, akkor már magyarokat már el vannak üzve gyakorlatilag. Nincs akinek visszaadni. Kolozsvár egyik legjelentősebb műemlékénél vagyunk, a Mátyás templomnál. Bánfi palota van a templom túloldalán, viszont előtte még be kellene kukkantani a templomba, ha épp nincs mise. Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. I open up your piers, get over here and play a video game. Oh, I'm his favorite sundress, watching me and I'm dressed, take a better time to. Oh, I sing you the bestest, looking for a big kiss, his favorite perfume of love. Play winning game. Természetesen nagy városnézést nem terveztem Kolozsváron, úgyhogy próbáltam a Mátyás szoborra, Mátyás templomra összpontosítani. Illetve ami még így útbe esik. Hát azt hiszem, hogy ez így Kolozsvár. Most amit így mutatok, ez a jelkép. Mátyás szobor, háttérben Mátyás templom. Még gyorsan megmutatom, ott a városháza. Lekaparták a magyar címereket kint bent. Néhány templom, és hát ez itt mind a főtéren összpontosul. Teszünk még egy sétát itt az Óvárosban, az Óvárban. Megkeressük Mátyás király szülőházát. És messzire nem is kell menni, itt született Mátyás király. Emléktábla is van persze. A magyarul is és románul is.
Mátyás az igazság. Singing in the all bars, swinging in the all stars, little world fair. Kissing in the blue dark, playing through wild darts, he holds me in his big arms, drunk and I'm seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall, I'm out of all bowls. This is my teeth I'm playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place of már úton vagyunk Kolozsvárról hazafelé. Nem tudom, hol lehetünk, Királyhágó közelében valahol. Nem vettem észre, hogy átjöttünk volna rajta. Na minden esetre van a busznak egy utánfutója, és oda be tudtuk pattintani a bringákat. Úgyhogy hát majdnem kényelmesebb ez a busz, mint a nagy busz. Nekem is a bicikliknek mindenképpen. Ezt a buszt egy ilyen rögtönzött internetes kereséssel találta meg Gábor még Kolozsváron. Felhívtuk, és hát azt mondták, el tudunk velük jönni. 7000 forintot kértek fejenként. Ebben van a kerékpár is, úgyhogy azt gondolom, ez egy egész jó ár Kolozsvár-Budapest viszonylatban. Kedvenc mindenem a bicikli, kedvenc mindenem szerelem, tekerem, szeretem, tekerem. Kedvenc mindenem elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Kiterítve a térkép az asztalon, tekerek rajta, ezt már jól tudom. Elrepülök, ameddig lehet, hölgyeken domokom. Kedvenc mindenem a bicikli, kedvenc mindenem szerelem, tekerem, szeretem, tekerem. Kedvenc mindenem elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Áttekerem az üres városon, közben a kereket hallgatom. Kilő egy kavicsot oldalra, és ez fog.